Jó napot kívánok az Autonóm Rádió minden kedves hallgatójának ezen a hűvös hétfői reggelen. Úgy látszik, hogy most már tényleg beköszöntött és ránköszöntött az ősz. Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat és kitüntetett, megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel ma reggeli első vendégünket, dr. Vargadam Andreát, a Reform Merek pártjának alapítóját és elnökét. Volt országgyűlési képviselőt. Szervusz Andrea, köszönöm, hogy ismételten elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, én is jó reggelt kívánom. No, hát kavarog a világ. Rátérünk majd arra, hogy mi történik Izraelben, mi lehet ennek a nemzetközi háttere, kik mozgatják a szálakat, mert ezt általában nem tudjuk időben. De a legelső kérdésem az, hogy ma reggel olvastam Török Gábor politológus, jó nevű politológus elemzését, aki azt mondta, hogy Orbán úgy beágyazta a rendszerét a magyar közéletbe, hogy leválthatatlan, és ha esetleg vele valami történne, valami puccs történne a Fideszbe, a Fidesz akkor is tovább hatalmon lenne képes maradni. Neked, mint nagy közéleti tapasztalattal és politikai tapasztalattal rendelkező embernek mi erről a véleménye? Tényleg így van ez? Egy demokráciában lehet ilyesmi? Igen. Török Gábor egy nagyon tehetséges és okos fiatalember, és nem véletlenül tettő szert ismertségre a politológiai tevékenységében. De én azt gondolom, hogy amikor valaki ilyet leír, és azt szeretné, hogy mondjuk ne vegye el a társadalomnak a kedvét, a társadalom azon részének kedvét, aki változást szeretne, attól, hogy tegyen valamit, akkor így ilyen sarkosan nem lehet fogalmazni. Elképzelhető persze, hogy Török Gábornak bizonyos fokig igaza van. Elképzelhető valóban, hogy Orbán Viktor és kölei olyan szinten bebetonozták mind a közjogi hatalmukat, mind a gazdasági hatalmukat, mind a befolyásukat, mind a különböző tisztségekben, mint köztársasági elnök, legfőbb ügyész, saját embereik vannak ezekben a tisztségekben. Ezzel valóban létrehozottak egy olyan bebetonozott rendszer, amire azt mondja az ember, hogy nagyon nem egyszerű legyőzni, felszámolni. De egy demokratikusan gondolkodó ember, még ha politológus is, és még hogyha úgy gondolja, hogy a realitások alapján végzi tevékenységét, nem teheti meg, különösen ha hatással vannak az ő gondolatai széles társadalmi rétegekre, hogy nem írja be oda akkor azt is, hogy de mindig vannak kapaszkodók, mindig vannak jogi vagy politikai megoldások, amelyeken el kell kezdeni gondolkodni, hogy alkalmazzuk-e, hogy mégis áttörjük ezt a falat, amit Orbánik építettek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez ilyenfajta retorika, az ilyenfajta előadás mindig nagyon káros. És azt kell még felvetnem, hogy hogy van az, hogy Török Gábor mindig hónapokig hallgat, mármint ilyenfajta durva, vagy nagyon erőteljesen figyelemre méltó írásokat pár havonta szokott megjelentetni, és akkor egyszer csak mindig olyankor teszi ezt, amikor egyébként a Fidesz rendszere valamelyest elkezd ropogni, vagy nehezebb pozícióba kerül bizonyos fontokon. És azt kell mondjam, hogy párhuzamot is szeretnék Török Gábor és Gyurcsány Ferenc között tenni, mert Gyurcsány Ferenc is mindig akkor jön elő azzal, hogy majd ő lesz Orbán Viktor után az ország vezetője, mikor éppen a közeli kutatók azt írják, hogy x százalékkal csökkent a Fidesz népszerűsége, 400 ezer választót veszett a Fidesz a támogatói közül, most ugye az elmúlt héten erről adott tudósítást az egyik közvélemény kutató cég. Tehát érdekes módon ez a két ember mindig akkor jelenik meg, nem éppen a társadalom számára hasznosan az előadásukkal, amikor pont már esetleg elkezdődhetne egy olyan fajta választói szemlélet, hogy többen mondjanak nemet erre a rendszerre, jelentősen többen mondjanak nemet erre a rendszerre, mint akik igen. Valamelyik rádióban beszélgettünk a politikusok felelősségéről, arról, hogy a politikusnak a személye, az egyénisége, az egyéni érdekei másodlagosak abban a pillanatban, hogy kilép a közélet színterére, és jelentkezik
országgyűlési képviselőnek, helyi képviselőnek, országvezetésre jelentkezik. Tehát azt kéri a polgároktól, hogy bízzanak benne, és kapjon olyan tisztségeket, olyan megbízatásokat, amivel beleszólhat az ország sorsába. Ugye? De azt kell mondanom, hogy a politológusoknak is egy kicsit magukba kellene szállniuk, mert ők nem fogadatlan prókátorok, hanem ők arra szerződtek, hogy megpróbálják az emberek számára pontosan elemezni a társadalmi politikai folyamatokat, pontosan elemezni a valóságnak megfelelően azt, hogy az embereket mi veszi körül, a folyamatok, az összefüggések miként is vannak, és azt nem tehetik meg ezzel a tevékenységükkel, hogy az embereknek elveszik a kedvét attól, hogy beleszóljanak a közélet dolgaiba, és esetleg válasszanak, és esetleg hajlandók legyenek két választás között is aktív politikai tevékenységet folytatni azért, hogyha valamit meg akarnak változtatni, akkor az sikeres legyen. Tehát Magyarországon sajnos bizonyos megmondó emberek túlértékelik magukat, túlértékelik az ő befolyásukat, és nem tisztességesen az ő hivatásának szabályai szerint és a társadalmi elvárások szerint végzik a munkájukat. És nem nagyon szeretném, ha Török Gábor is leszülne erre a szintre. Mert ő nem fogadatlan prokátor, ha ő átmond, mondjon B-t is. És ha egyébként demokratikus gondolkodású, akkor én inkább a cikkeimet úgy írnám a helyébe, hogy előtte, ha már ilyen sokat gondolkozik két cikk között, vagy két ilyen megjelenő nyilatkozat között, akkor mondjuk azt abban a köztes időben meg tessi szívesen elkezdeni a demokratikus megoldásokról gondolkodni, mert azon az iskolában, abban az iskolában, ahol a politológusi tisztséget szerzett, a politikusi licencet szerzett, abban az iskolában megmutatták a tananyagokon keresztül, hogy egyébként demokratikus módon hogy lehet befolyásolni a közvéleményt, és hogy lehet a jogrendszert és a közjogi rendszert úgy alakítgatni, a jogszabályokat úgy meghozni, hogy az például egy ilyen bebetonozott rendszert, ami az Orbán rendszer föl lehessen számolni. Tehát én azt tudnám minden a Török Gábornak üzenni, hogy ha már ezt a cikket leírt, akkor a következő arról szóljon, hogy hogyan is lehet mégis változást elérni. No, a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával, amikor én rákérdeztem, hogy hogyan lehet ezt megtenni, akkor azt mondtad, hogy te tudod, de nem mondod el. Nézd a rendszerről számolni, igen, tehát ugye van a választás, igen, tehát van a választás, és van utána, hogy mi történik. Én mindig az utánára mondom, hogyha az Orbánék elveszítenék mondjuk a 26-os választást, akkor hogy másnap mit kell csinálni annak, aki győz és aki kormányt tud alakítani, na azt nem fogom elmondani, mert nem fogom őket fölkészíteni arra, hogy mi van rá. Ez nagyon jól tesz. Ugye? De amikor viszont azt kérdezted, hogy addig mi van, és hogy lehet sikeres a választás, akkor azt mondtam, hogy az embereknek el kell kezdeni megkeresni azt a személyt, akit tartanak olyan alkalmasnak, olyan sugárzó egyéniségnek, olyan befolyást gyakorolni képes egyéniségnek, persze jó értelmű befolyást, aki mögé állva a 26-os választáson igenis le lehet győzni az Orbán rendszert, de valóban az ilyen Gyurcsány, meg a már eddig is kormányzott, egyébként az Orbáni kétharmadot létrehozott politikusok, abban nem lehetnek benne. Tehát meg kell érteni, hogy aki már országvezetőként leszerepelt, és aki munkája eredményeként kapott az Orbán rendszer kétharmadot, az nem fogja tudni sohasem bebizonyítani, hogy ő mégis jó. Hát ez kizárt. Érted? Hogy a 100 méteres síkfutásban folyamatosan mindig valaki a harmadik, és már nem tudom, 140 darab bronzérme van, vagy versenyen az Istennek nem tudott ennél jobb eredményt elérni, az biztos, hogy sem egyetlen szponzorral nem tudja elismertetni, hogy ő már pedig első tud lenni. Ugye? Tehát ez egyszerűen tapasztalati dolog, egyszerűen hitkérdése, és az emberek bizalmának kérdése. Tudod? Nagyon fontos dolgot mondtál az előbb, hogy egy politikusnak, egy közéleti szereplőnek a közérdeket kell elsődlegesnek tartani, a magánérdek az háttérbe szorul. Itt a magánérdek az két irányt vehet, az egyik az a közéleti érvényesülés, tehát a hatalom megragadása és az abban való bennmaradás, a másik pedig anyagi. Én úgy látom, hogy a magyar politikai életet messze nem ez a szemlélet, az általad hirdetett szemlélet nem ezt tanúsítja, hanem sokkal inkább azt, hogy az egyén érdekek dominálnak.
Lehet-e Orbán hatalomban maradásának 13 éve hatalomban van, az egyik oka az, hogy az egyéni érdekek dominálnak, és nem képes egy közös akarat megvalósulni, mert ennek ellenzéki akarat, mert ennek mindig egyéni ellenzéki politikusok egyéni érdekei az akadályai. Igen, hát nézzük, azért Orbán Viktor az 2010-ben gyönyörűen megágyazta, hogy ez így legyen. Tehát ő nem mondta felelősségre sem Gyurcsány Ferencet, sem azokat az embereket, akiket én láttam a két szememmel, fogtam a két kezemmel azokat a papírokat, amiben egyértelmű volt, hogy korrupt folyamatot folytak a kormányzással. Két egyszerű beosztottak ítéltek el ugye abban a bizonyos perben, az egyik a jogász, a másik pedig, majd mondod a nevét, a szegény Császi Zsolt, ugye? Tehát ez két beosztottat egy ügyben ítéltek el összesen, és ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag az Orbánik nem akarták számon kérni az előző 8 évi kormányzásnak a valóban bűncselekményeket megvalósító ügyeit. Ez nem véletlen. Tehát ez egy nagy valószínűséggel egy megegyezés volt, hogy nem kérjük számon, de te szépen Gyurcsány Ferenc és társai eljátszátok azt a szerepet, ami ahhoz kell, hogy hatalomban maradhassa. Ti meg fogjátok kapni az állami költségvetésből mind a pártfinanszírozással, mind az alapítványi finanszírozással, mind a frakció finanszírozással, és mind az egyéni képviselői finanszírozás mennyiségével és minőségével. Meg fogjátok kapni azt a pénzt, amiből jól meg tudtok még hosszú távon élni. Az a feladatod, hogy te akarjál lenni az ellenzék vezető ereje, mert hogyha Jobbik lesz az ellenzék vezető ereje, ugye az jobb oldalról támad, gyakorlatilag a fideszes szavazókat simán be tudja kebelezni, és úgy csináljátok a dolgaitokat, hogy még ha valamely jobboldali politikai erő, mint legerősebb ellenzéki párt felszínre kerül, akkor szépen Gyurcsány Ferenc és társai csináljátok úgy a dolgotokat, megtanultátok a különböző iskolákban és a kormányzásokon során, hogy lehet manipulálni, hogy lehet embereket beküldeni szervezetekbe, és szépen gyűrd magad alá az egész ellenzéket, mert amíg ez így van, addig én fogok kormányozni. Mi történt ugye 2018-ban? Legerősebb ellenzéki párt lett a Jobbik. Gyakorlatilag, ha akkor ez így marad, és Bona Gábor bejön a parlamentbe, és az a munka folyik tovább, amit addig is végeztünk, akkor gyakorlatilag 19-re már lazán 25-30% az európai parlamentben vagyunk, akkor már komolyan vettek volna, és nagy eséllyel inkább minket vesznek fel a néppárba, mint a Fideszt a korrupció miatt. És az első ugródeszka 18, másik ugródeszka 19, és 22-ben már Gyurcsány Ferenc ott lépegetett volna a sarkunkba, hogy hát álljunk már vele szóba. De nem, mert szépen a rendszer Bona Gábort leléptette a szíről, utána gyakorlatilag folyamatosan olyan döntéseket hoztak ebben a legnagyobb ellenzéki párban, hogy saját magát le tudja amortizálni, gyakorlatilag felszámolta magát. 4 év alatt azért eljutni a 20%-ról az egyre, az szinte művészet lenne, minden itt a világon. Itt nem művészet volt, hanem egy effektív szándékos tevékenység. A társadalomban természetes módon merült fel az, hiszen amikor egy diktatúrikus rendszer van, akkor az emberek azt kérik a nem odatartozó politikusoktól, hogy álljatok össze, és együtt induljatok, és együtt próbáljuk meg ezt leküzdeni. De Török Gábor és társai politológusok azért ebben sem a társadalmi hasznot szolgálták, mert nem magyarázták el az embereknek, hogy nem mindegy ki kivel áll össze, mert erre a szövetségre nem szavaz olyan ember, aki a szövetségen belül egyszerűen rüheli valamelyik tényezőt. Ugye? Hát ez teljesen. Tehát nem adódik össze a szimpátia mennyisége, és lesz akkor abból egy jó eredmény, hanem még amortizálódhat is, még kevesebbet is kaphat, hogyha ilyenfajta választói attitűd van. Tehát nem magyarázták el a társadalomnak, hogy ez az összvér ellenzéki szövetség, ez nem fog tudni eredményt elérni. Azt sugalták az összes politikusnak az ellenzéki oldalon, hogy csak így érdemes indulni, mert akkor, ha nem ezt teszel, akkor te leszel az Orbán rendszer támogatója. Természetesen a Jobbik alá feküdtenek a baloldali összefogásnak. Leamortizálta magát, szintelenné, szaktalanná vált. Mert 2018-ban nem volt összefogás. Nem,
én mondom, én most már eljutottam 22-ig, de közben, igen, de közben azért 18-ban még csinált valamit Orbán Viktor, ez pedig az volt, hogy felemelte, iszonyú emelés volt, tehát ezt senki nem gondolta, 18 júliusban mind a frakció, mind az alapítvány, mind a pártfinanszírozást és az országgyűlési képviselői díjazást feltuningolták olyan összegre, ahol már el tudták azt érni, hogy, hogy olyan politikusok, akik a privát szférában politikán kívül nem tudnának megélni, mert semmihez nem értenek, azok elkezdjenek azért küzdeni, hogy ők mindenképpen maradni tudjanak, mert ezt a jövedelmet sehol nem tudja megszerezni. Tehát a jövedelem volt a motiváló erő arra, hogy ki marad és ki nem, és azok az emberek viszont, mint én is, meg jó páran, akik meg tudunk élni politika nélkül is, addig is anélkül éltünk, azok nem voltak hajlandók ebbe a belső sávdobálásba, kiszorítósdiba benne lenni, és Orbán Viktor elérte azt, hogy minden egyes ellenzéki politikai pártban a középszer az, aki uralkodik, és gyakorlatilag a legértékesebb politikusokat a parlamentből, akikre érdemes volt figyelni, a 22-es választással ki is takarították. Az más kérdés, hogy ma nekem fideszes képviselők tömege panaszkodik arról, hogy milyen minősítetlen az ellenzék, és már ők érzik abszolút magukat, hogy milyen a szemben lévő oldalon a tevékenység, tehát ez is azért a mit tényleg, hogy már vágynak valami jobb minőségre ők is. Idáig eljutottunk, tehát az a lényege ennek, hogy az Orbán rendszer nem önmagában azért tud ennyi ideje uralkodni, mert ő annyira jó, és ő tartja a médiát a kezében, az ő gazdasági hatalma, iszonyú mennyiségű embernek biztosít munkát, stb. Hanem azért, mert párhuzamosan ezzel a kiépített diktatórikus rendszerrel az ellenzéki oldalon is olyan befolyást tudott elérni, és olyan módon tudta a különböző változásokkal, befolyásokkal, emberek küldésével, megállapodásokkal megspékelni az ellenzéknek az életét, hogy tulajdonképpen gyönyörűen a hatalma bebetonozásával az ellenzéket is leamortizálta. Tehát ha most csak ezt a szimpla képet látom, ezt a diagnózist látom, amit én most elmondtam, akkor akár indokolt is lehetne Török Gábor politológus előadása. Csak hogy egy okos ember, egy politológus vagy a közélet iránt érdeklődő ember, az nem indul ki csak egy adott pillanatból, annak meg kell keresni azokat a kapaszkodókat, azokat a társadalmi politikai tényezőket, amiket pozitívként be lehet hívni, ide lehet hozni, ezt az eszközrendszert összerakni, és egyszerre letolni a színpadról az alkalmatlan ellenzéket, és támadni a kormányzatot, és elvenni tőlük a szavazókat. De hát ebben gondolkodni kell, meg dolgozni kell. Tehát a legnagyobb deficit az a munka hiánya. De tulajdonképpen azt mondod, és azt állítod, és ezzel én abszolút egyetértek, hogy az ellenzék az a NER része. Tehát a NER létezésének egy fontos eleme az, hogy ilyen ellenzéke legyen, mert hát például itt, ahol most ülünk az Oltalom Rádió stúdiójában, ugye tudjuk, hogy mit indított Orbán Viktor Iványi Gábor ellen. Én szerintem meg akarja ölni. Tehát ez egy gyilkosság, szakmai, emberi, politikai. Ő neki, ő minden ellen, egy komoly ellenfelet el akar pusztítani, mert fél tőle, mert ő egy rettegő ember. Na most Iványi Gábor az, aki a magyar közélet leghitelesebb embere. Tehát tikeszthetetlen, erkölcsileg, politikailag, anyagilag, gazdaságilag. Tehát ő igazán veszélyt jelent, és Orbán Viktor elhatározta, hogy akkor most őt likvidálja. Intézményével, egyházával, híveivel, követőivel együtt, mert ez nem csak egy emberről szól. No, de az ellenzék, a parlamenti ellenzék hallgat. Tehát nem hallok olyan nagyon komoly parlamenti megszólalásokat, amiben Iványi Gábort védenék. Nem látok olyan társadalmi kezdeményezést, hogy embereket, mégiscsak egy egyházról van szó. Menjünk ki az utcára, tüntessünk itt, tüntessünk ott. Tehát amit kéne, aktivitást az emberekből valahogy kicsiholni, kicsiszolni, a szolidaritást életre kelteni. Ez tökéletesen hiányzik ebből az ellenzékből. Hát persze, hát gyakorlatilag azóta, hogy már a pénzeket mindenféle állami kötelező juttatást megvonnak a Iványi Gábor egyházától, gyakorlatilag törvénysértést követnek el minden áldott nap a parlamentben, legalább egyszer valamelyik ellenzékinek, valamelyik műfajban fel kéne szólalni, és azt mondani, hogy
Hát ez már annyira látványos, hogy az Orbán rendszer hogy csinálja ki az embereket és a szervezeteket, és megáll kell ennek parancsolni. De egy ellenzéki ezt azért nem fogja a mai parlamentben megcsinálni, mert Iván Iában neki is ellenfél. Mert ő egy hiteles ember, meg egy hiteles közösség, meg társadalmi küldetése van, meg önfeláldozó, meg maguk mögé utasítják a saját egyéni érdekeiket a köz érdekében. Tehát ő és az ő környezete és az a tevékenység, amit ő maga és az ő egyháza folytat, az az a klasszikus önfeláldozó politikai tevékenység, ami hiányzik egyébként a teljes politikai osztályban. Most egy kicsit jogászkodjunk. Ha egy jogállam lenne, és tételezzük fel, hogy valóban törvénysértést követel Iványi Gábor, és nem fizeti be a közterheket, akkor kit kell itt megbüntetni? Nem Iványi Gábort kéne ezért a mulasztásért, ha ennek a jogi lehetősége fennáll, vagy tényként felelősségre vonni? És őt kéne bíróság elé állítani, elítélni, de nem 20 ezer embert, nem intézményeket bezárni. Épp az előbb a műsorkezdés előtt kaptuk a hírt, hogy vidéki iskolák holnaptól nem tanítanak, akik a MED gondozásában vannak. Tehát ez egy óriási tragédia. Kis falvakban, kisebb városokban működnek ezek az intézmények. Hát mit fognak csinálni ezek az emberek, ezek a gyerekek, ezek a szülők, akik most tanítás nélkül maradnak, meg étel nélkül maradnak, meg minden nélkül maradnak? Tehát lehet-e büntetni egy egyéni bűnelkövetés okán, vagy azért széles társadalmi rétegeket? Jó, de azért várjunk egy picit. Itt arról szó sincs, hogy Iványi Gábor azért nem fizetett volna be bármilyen adót, hogy nem hallott volna be jogellenes tevékenységet, tehát ilyenről itt szó sincs. Valóban minden szervezet kerülhet abba a helyzetbe, hogy nem jöttek be a bevételei, a várt jogos bevételei, ezért nem tud akár egy ideig közterheket fizetni, de a rendszer pont azért, hogy szervezetek ilyen átmeneti probléma miatt ne menjenek tönkre, ezért mindig van az adó rendszerében és az adó eljárások rendszerében méltányossági elemek. Tehát pont az a cél, hogy ha egy komoly társadalmi küldetése van egy szervezetnek, és egyszerűen rajta kívülálló okból a likviditása megdől, akkor ne menjen emiatt tönkre az állami közteherviselés, ne legyen oka annak, hogy egy szervezet elveszíti a tevékenységét. Ez a méltányossági rendszer nagyon széles egyébként, és nagyon sok szervezettel javára természetesen alkalmaznák is a NAV, csak ezt ugye mi nem látjuk, de egy adatkéréssel, egy közéleti adatkéréssel ezt meg lehetne tudni. Tehát mások számára nagy kaput nyitva méltányosságot gyakorolnak. Érdekes módon itt ez senkinek nem jut eszébe, nem alkalmazza, sőt kifejezetten azzal a céllal vonják meg a pénzeket és veszik el, hogy mindenképpen kihúzzák a szervezet és a szervezetben dolgozók és a szervezet társadalmi küldetését alóla. Ez gyakorlatilag egy bűncselekménysorozat az adott tisztségviselőktől a szervezet felé. Az más kérdés, hogy véletlenül a miniszterelnöktől parancsba kapják ezt. Csak ilyenkor én mindig azon szoktam elgondolkodni, hogy az nem jut eszükbe ezeknek az embereknek, akik ezt a gyalázatot megcsinálják. Milyen jó Isten úgy meg fogja őket büntetni, hogy már könyörögni fognak azért, hogy inkább vigyen el csak azt a szenvedést, ne kelljen neki tovább élni. A történelem már bebizonyította, hogy akik emberekkel így bántak, azokkal sors sem lesz kegyes. Emlékezzünk Kádár János esetére. Így van, de hát azon kívül még nagyon sokáig ő kiemelkedő személyiség volt, aki belebolondult a saját bűneibe öregkorára. Belebolondult. Így van, de vannak más pszichoszomatikus eredetű betegségek is, amelyekkel hosszan tudnak szenvedni, és én azt gondolom, hogy ezek az emberek majd ezt fogják érdemelni, és ezt fogják kapni. De ha nem betegséget, akkor majd mondjuk megkapja azt, hogy valamely családtagjának lesznek nehézségei, valamely családtagja kerül olyan kilátástalan helyzetbe, amit nem tudja kihozni. Az is az ő büntetése. Tehát
az a döbbenet, hogy ebben az országban a kormányzásnak a szólamai mindig kereszténységről szólnak, meg hitről szólnak, meg mi nagyon keresztények, meg nagyon jók vagyunk, meg nagyon mindenek nagyon jók vagyunk. De érdekes módon a mindennapokban olyan gyalázatos tevékenységeket tudnak folytatni. Konkrét példa, karabaki örmények. Így van. Tehát olyan durván taposnak bele emberek és szervezetek és jó ügyek életében, tényleg azt gondolják, hogy ennek nem lesz következménye. Dehogy nem lesz. Dehogy nem lesz. Én csak azt üzenem mindegyiknek innen az étterem keresztül, amikor jönnek a nehézségek, jusson eszébe, hogy kiknek mit ártott. Mert ez annak a büntetése. És onnan tudom egyébként, hogy a kormányzat és a körül emberek egyáltalán nem hívő emberek, egyáltalán nem keresztények, igazi tőlől metszett ateisták, de annak a legrosszabbika. Hogy? Ez nem jut eszükbe, hogy egy keresztény ember ilyen gyalázatot nem csinál, amit ezzel az egyházzal csinálna. Keresztény embernél kizárt, hogy ilyen döntéseket hozzon, és ezeket a pénzelvételeket megtegye. Jó, de hát akkor nem tudom megkerülni, hogy ne kérdezzem meg, akkor mi a véleményed a többi egyházi vezetőről? Erdő Péter, Bíborosról. Jaj, hát ezek prostituáltak. Remélem egyszer befedelnek, olyan jó lenne befedelnének engem. Kis Rigótól a nem tudom meddig. Prostituáltak, ezek mind prostituáltak. De akkor hát semmivel se jobbak, mint aki a Rákóczi téren állt valaha. Hát miben jobb? Nem, aki a Rákóczi, az saját maga testét állult. Az legalább a testén állult a pénzét, az még inkább becsületes, érted? Persze. Ő viszont az ügyet árulja el. Az ő hívő közösségét árulja el. Hogy nem szólal fel, hogy nem megy oda, hogy nem mondja azt, hogy gyerekek, hát azért ez az ember tényleg hiánypótló tevékenységet végez. Az állam helyett végzi azokat a állami feladatokat. Azért is kap egyébként jogszerűen állami támogatást. Tehát maga a rendszer bizonyítja, hogy ő milyen fontos társadalmi feladatot lát el. És akkor nem állnak ki, érted? Mert ő mellé megtövik a pénzt. Érted? Tehát az összes egyház vezetői prostituált. Ilyen nagyon egyszerű. Nem kell ezt cizellálni, meg ilyen nagyon finomkodva beszélni róluk. Hát nézd meg, hát kiüldözték a templomból az embereket. Hát 75-ről 44%-ra csökkent le a keresztény hívő emberek száma Magyarországon. Hát ez elképesztő. Ilyen nincsen sehol a világon. De ebben azért annyiba én is, hát hogy nem felelős vagyok, hanem befolyásoltam a népet, mert azt mondtam, hogy az a vallásos, aki templomba jár. A hívő ember az hívő ember. A hívő embernek nem kell templomba járnia, ő egyszerűen csak hiszi az Istent, és úgy éli az életét, ahogy az isteni tanítások azt belővigyek. Ugye az a hívő ember. A vallásos az, aki bemegy a templomba, aztán ott csinálja maga kis... Azt mondod, hogy nem is biztos, hogy a vallásos ember hívő? Hát ja. És nem biztos, hogy a hívő ember vallásos. Tehát én azért úgy megüzentem, amikor volt a közeljutatás, csináltam egy elég virális posztot, tehát sok emberhez eljutott, megmagyaráztam, hogy csak az írja be vallásosnak magát, az a hívő ember, aki templomba jár. Mert az a vallásos ember. A hívő ember az hívő ember. Aztán hallgattak rá az emberek, és nem írták be, hogy vallásosan. Mert hívő emberek és nem járnak templomba. Mert, miért nem? Mert a papok a politikai körtesbeszédekkel kizavarták őket a templomba. Elegük van a papokból. Elegük volt. Na de visszatérve erre az Örményországra és a karabaki helyzetre. Szóval nem lehet csodálkozni, hogy itt megutálják a keresztény kormányt, meg a kereszténységet, meg a papokat, meg mindenkit. Örményország volt az első keresztény ország a világon. 300, Krisztus után 300-ban vették fel a kereszténységet. Ugye itt nálunk volt ez a baltásgyilkos történet, amikor mi nem az örmény áltozat pártjára váltunk, hanem kiadtuk az azeri gyilkos. Azeri gyilkost. Most, hogy nem is tudom, hogy hány tízezer ember él Karabakban, hegyi Karabakban, örmény. Azokat onnan kiírtják, tehát ez egy népírtás, kiüldözik. És a magyar kormány, illetve a magyar delegáció megakadályozta, hogy az Európai Unió elítélje Azerbajdzsánt ezért az agresszióért.
Hát akkor mit várunk, és milyen hitelessége van a kereszténység védelmének, amikor itthon egy egyházat akarnak, egy keresztény egyházat akarnak likvidálni, és amikor a legősibb vagy a legelső keresztény népet írtják és gyilkolják, akkor Magyarország hallgat, sőt, nem hallgat, tiltakozik. Orbán Viktor tiltakozik, mi az azeri barátainkat nem engedjük, nem baj, hogy ők nem keresztények, mi nem védjük meg a keresztényeket, mi megmutatjuk, hogy mi kik vagyunk. Hát ez az álszöpedékenység, ez egy gyalázat. De ez is a pénzről szól. Hát nekik nem azeri barátaik vannak, hát nekik pénzes haverjaik vannak. Azerbajdzsánban, akik engedték, hogy Orbánék egy csomó pénzt elaltassanak, ugye lopott pénzből, ott vállalkozásokat indítottak vélhetően is, ott nagyon nem mindegy, hogy ők ugye hogy állnak a mindenkori azeri kérdésekhez, mert hát azért ezekben az országokban nem nagyon demokratikus jogállam van, tehát ma vagy holnap meg megtiltanak, hogy létezz, aztán lefoglalnak mindent, és semmit sem tudsz az országból kihozni. Tehát ilyen országokban magára valamit adó vállalkozó nem teszi fillét, a lábát. Egy fillét nem fektet be. Persze, tehát ilyen országokban normális, nem bűnöző szervezetek nem teszik be a lábukat. Láthatóan Szijjártó Péter tevékenységével az Azerbajdzsánban valószínűleg elég sok magyar pénz van, meg magyar vagyoni érdek van. És hát ők a saját írhájukat védik egy ilyen szituációban. Nem a kereszténység itt a kérdés számukra, hanem az, hogy az ő egzisztenciális nehézségeiket ne okozza esetleg az Azerbajdzsán. No, ugorjunk, de a bevezetőben mondtam, hogy nem tudjuk megkerülni, hogy az Izrael elleni agressziót szó nélkül hagyjuk. Hogy látod a nemzetközi kitekintésbe, kinek állhatott érdekében, mondjuk a Hamászon meg a arabokon kívül, kinek használ ez a konfliktus, vagy ez az agresszió, aminek most már állítólag 1000 halottja van Izraelben, tehát ez egy óriási tragédia, ami történt. Kinek, ki állhat a háttérben? Nem közvetve, nem látványosan, de kinek szolgálja az érdekeit? Ugye a Hamasz az alakulása óta mindig kereste különböző olyan országokkal a barátságot, mind politikai barátságot, mind anyagi támaszt, ahol hát nem igazán a demokrácia volt az uralkodó, ahol meglehetősen diktatórikus folyamatok voltak, meg azokkal az országokkal el lehetett azt hitetni, hogy effektív a Hamasz kizárólagosan a palesztin nép békéjét kívánja visszaszerezni, és azokat a területeket, ahol Palesztina volt, illetőleg a nemzetközi egyezmény alapján, amit annak az országnak kapnia kellett volna. Mi is, Magyarország is a szocialista rendszerben a Hamasz támogatói voltunk bizony. Arafat barátai voltunk, és a kiképzésétől kezdve katonai eszközökön át, politikai befolyás megszerzése segítségével az ég adta világon mindent, de mindent. Mi is ennek a szervezetnek juttattunk a szocialista rendszer alatt. És nem csak mi voltunk a keleti blokkból az ő nagy támogatói, hanem például az akkori Szovjetunió, ahol tulajdonképpen talán a Gorbacsov és Jelcini időben nem, de azon kívül aztán, amikor már Oroszország lett, ez a fajta kapcsolat a Hamasz és az orosz politikai vezetés között ugyanúgy tovább virágzott, és én azt gondolom, hogy a mai napig is komoly támogatója Oroszország a Hamasznak. Aztán természetesen, hát ki ne lenne a Hamasz támogatója, mint azok az arab országok, akik szeretnék Izraelt likvidálni, és gyakorlatilag egyetlen fő céljuk itt főleg van. Irán fő céljuk van, ez pedig az, hogy Izrael szűnjön meg. Ez azért 1948 óta, hogy úgy mondjam, igen sok arab országban tartósan fennáll. Nem véletlen az, hogy Izrael az elmúlt 70 évben mindent megpróbált elkövetni ahhoz, hogy fontos, befolyásos arab országokkal békeszerződést kössön, tehát lefektessék írásban azt, hogy elismerik Izraelt, és semmilyen módon nem vesznek részt ellene való támadásban. Egyébként én azt gondolom, hogy történelmi jelentőségű volt az, hogy Szaúd-Arábiával gyakorlatilag ezt meg tudta kötni, hiszen mind anyagi értelemben, mind területi értelemben, mind az iszlám területén való befolyás értelmében és az ország nagysága alapján és a fundamentalista kormányzása alapján ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy Szaúd-Arábia
gondolom azért nem csak szívszeretetből, hanem anyagi érdekből is, de mégiscsak megkötötte ezt a megállapodást Izraellel. Ugye Egyiptom már régóta megvan ez a megállapodás, tehát valóban ezek a közel Izraelhez közel lévő országok természetesen küldetésük az, hogy Izrael onnan eltűnjön. Na de ez nem tegnap óta van így, ez 70 év óta van így, és ami nagyon fontos az az, hogy az elmúlt években bár persze voltak ilyen apró kis konfliktusok, de nem volt tapasztalható az, hogy valami fajta szerveződés zajlana arra, hogy Izraellel szemben támadás induljon. Nagy valószínűséggel ennek volt az oka is, hogy Izrael több arab országgal meg tudott állapodni abban, hogy lassan legyen már az olajfák helyén béke. Az más kérdés, hogy azt nekem sem tetszik, meg szerintem nagyon sok demokratikusan gondolkodó embernek nem tetszik, hogy a 67-es határok közé nem viszik vissza ugye Izrael területét, és akkor gyakorlatilag elférjenek egymás mellett ezek a népek. Ebben azért azt gondolom, Izrael nagyon komolyan felelős, és nem is lehet Izrael miniszterelnök olyan, aki az izraeli népnek azt mondaná, hogy a 67-es határokat tiszteletbe tartjuk, és oda visszavonulunk. Tehát sajnos az izraeli nép eleve elvárja a mindenkori vezetőtől, hogy ne hajtsa végre az ENSZ határozatát. Ami megint szerintem egyébként egy öngyilkos dolog, mert ezzel folyamatosan a palesztinoknak, az arab világnak egy muníciót ad arra, hogy egy izraeli polgár ne legyen hajlandó elismerni azt, hogy az araboknak a mai Izrael területén lakóhely tekintetében jogosultsága van. Tehát ez egy öngerjesztő folyamat. De abban az egész mostani támadásban az az érdekes, és én ugye erről hétvégén is nyilatkoztam, és azt gondolom, hogy igazam van, mert azóta gyakorlatilag minden egyes megnyilatkozás az én elképzelésemet támogatja, ez pedig az, hogy azért most van ez a támadás, mert Ukrajna nagy segítsége ugye az Egyesült Államok és minden nyugati ország, és azt akarták, hogy Oroszország háborúja, vagy azt akarják, hogy Oroszország háborúja Ukrajnával szemben sikeres legyen, és hogyha egy Izrael támadnak meg, akinek legfőbb szövetségese maga az Egyesült Államok, akkor azt az erőt, amit most az Izraelnek ad, azt nem tudja Ukrajnának adni, és minden szem Izraelre fókuszál, és azt nem mondom, hogy az 56-os események ismétlődnek, amikor a szuezi válságra fókuszált a nyugati világ, és nem a magyar forradalomra, de mindenképpen azt gondolom, hogy itt egy figyelemelterelés is, illetőleg erőforrások átcsoportosításának célja volt ez a támadás sorozat kialakulása. És itt van a Mossad kérdése, amit egész hétvégén én forszíroztam. Most arra gondolsz, hogy a világ egyik legjobban védett országa, hogy kerülhetett olyan helyzetbe, hogy 5000 rakéta támadja, és nincs felkészülve rá? Egy ilyen folyamatot nem hetekig, hónapokig kell tervezni. Tehát megtervezed a tervező asztalon, hogy mit fogsz csinálni, meg kell tervezed azt, hogy ki fogja csinálni, mivel fogja csinálni, ki finanszírozza, hogy hangolod össze a különböző típusú támadásokat, a rakétatámadást, az emberek elrablásával, ugye a szárazföldi, légi támadást. Tehát ez egy annyira komoly szakmai munka, ami ma az informatika világában lehetetlen, hogy valahol legalább a csirái ne jelentek volna meg a titkosszolgálatok érdekkörében. Az, hogy a Mossad a világ legjobban működő, leghatékonyabban működő titkosszolgálata nem vette észre ennek jeleit semmilyen forrásból. De most ne csak a Mossadot nézzük, mert a világ összes titkosszolgálata nem csak a saját országának, hanem a többieknek is dolgozik. Tehát ugye a titkosszolgálatok tevékenységének egyik fontos célja, hogy szövetségeseket teremts vele. Tehát te jobb akarsz lenni valakivel, a te titkosszolgálat észrevesz, hogy valaki valamit csinál, oda megy, eladja az információt, hogy ugye egymásnak jók legyünk valamit, én meg kapjak cserébe. Tehát a titkosszolgálatok azok árukereskedők is, információ árukereskedők is. És hogy sem a CIA, sem az angol titkosszolgálat, sem a francia, sem a német, ezek nagyon erős szakmailag is és pénzben is nagyon erős szervezetek. Senki nem vette észre, ezt én nem hiszem el. Lehet azt mondani, hogy nem hiszem el, hogy nem vették észre. Van még egy elem, ez pedig Netanyahu személye.
Erre akartam rákérdezni. Tehát ugye Netanyahu, én azt gondolom, hogy neki már egy jó ideje börtönbe kéne ülnie, bár hogyha az a szempont lenne Magyarországon is, amit mondjuk én Izraeltől elvárok azóta igazságszolgáltatástól, akkor a mi több miniszterelnökünknek is már régóta börtönbe kellene ülnie. Tehát ő nem követett el több bűnt, mint a magyar vezetők, csak ott demokrácia van, tehát ott azért szoktak szólni, hogy így nem kéne. Szóval az a lényeg, hogy Netanyahunak régen már börtönbe kellene ülnie, és egyébként nagyon, nagyon sok befolyásos izraeli ember azt mondja, hogy Netanyahu nem a saját országáért dolgozik. Tehát ő azért több helyről fogott ember a bűnei miatt, és igazából rendkívül törékeny a kormányzása, tényleg éppen, hogy megválasztották a népből, mégis sokszor azok sem elégedettek vele, akik megválasztották, de úgy vannak vele, hogy nincs jobb alternatíva, tehát szerintem ott is káder hiány van. Ez a törékeny kormányzás biztos vagyok benne, hogy nagyon sok állami tisztviselő számára is nem tetsző, mert ott ugye nem, ott egy kormányváltásra nem cseréli ki az utolsó takarítónőig a szakszemélyzetet, hanem maradnak ugyanazok, akik addig dolgoztak. És nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a Mossad szándékosan nem szólt erről, hogy mi készül. De hát ez hazaárulás, annak a minősített esetben. Hát különben az. különben igen. Ez esetben ott ugye itt az a kérdés, tudod ilyenkor, hogy mi a haza érdeke. A haza érdeke inkább az, hogy Netanyahu legyen, érted? Vagy a haza érdeke az, hogy ne legyen, és akkor inkább nem szólok egy ilyen konfliktuson, mert majd úgyis túlélünk, meg akkor a fegyver az náluk van egyébként letelepítve, hogy másfél-két nap alatt vissza tudjuk verni ezeket a támadásokat. Tehát majd azért az elkövetkező napokban azért az arab országokban lesz egy pár terület, ami meg fog semmisülni, mert biztos vagyok ebben, hogy az ellencsapás az majd érkezik. De az itt a nagyon fontos, hogy az időszerűsége, tehát hogy miért pont most? Eddig nem volt pénz rá, de. Eddig nem volt rá akarat, de. Eddig nem volt rá erőforrás, de volt. Eddig nem volt olyan fajta utálat Izrael-el szemben, hogy mondjuk akarját egy ilyen támadást ütni, de hogy nem volt. Minden volt eddig is. Miért pont most? És egyszerűen nem hajlandok elismerni, pedig higgyék el, hogy az akciófilmek nagy része valóság alapú, Oroszországnak a világ számtalan területén olyan komoly befolyása van, gazdasági, politikai, anyagi befolyása, hogy ő el tudja intézni azt megfelelő támogatással, hogy most csináljatok gyerekek valamit, mert nekem az kell, hogy az én ellenfelemről figyelem máshova terelődjön. És ki lenne erősebb ország Ukrajnához képest, akire kell terelődni a világ figyelmének, és ahova odaszalad a világ segíteni a konfliktusból kijönni, mint Izrael. Érted? Hát először ez az egész sztori. Mindenki mondta, hogy jaj, biztos CIA van benne, meg ki a hülyeség. A Magyarországon egyre nagyobb beteges amerikai ellenesség van, amire semmi ok. Ez Orbánnak köszönhető. Semmi ok. Na most való igaz, nagyon sok nemzetközi konfliktus kötődik az Egyesült Államok titkosszolgálatához, az Egyesült Államok politikusaihoz, de azt soha nem szabad elfelejteni, hogy mindig van ott egy mag, egy olyan erős, negatív mag, ami veszélyezteti akár a világ, akár kontinensek, akár országok érdekeit, ami előrébb való annál, mint sem, hogy a megtorlásban hány áldozat lesz. Tehát amikor neked egy egész kontinenst kell megvédened attól, hogy beteges országvezetők ne tudjanak tovább népirtást csinálni, ne tudjon országokat elfoglalni, ne tudjon elnököket elrabolni, hát ugye ott van Afrikában szerencsétlen hónapok óta börtönben, ha még él, volt elnökük. Tehát ott mindig van egy magasabb rendű érdek, amiért az Egyesült Államok beleszól valamilyen nemzetközi helyzetbe, és megpróbálja felszámolni azokat az abnormális folyamatokat, amik ott odáig eljutottak, hogy ilyen veszélyforrás van. Tehát lehet azt mondani, hogy én is utáltam ezt az egész afganisztáni küldetést, mert marhasokba került és semmi haszna nem volt, de bocsánatot kérek, hát Afganisztán a világ összes országát ellátta kábítószerrel. Gyakorlatilag akadálytalan jutott el a gyerekedig, az unokádig, mindenkiig, az utolsó kocsmába is a kábítószer.
És gyakorlatilag abból élt. Hát igenis, azokat a folyamatokat szét kellett zúzni, mert jogi eszközökkel nem tudod, akkor fizikailag teremted meg. Mert ott mérgezi a világot. Mérgezed a világot, hát persze. Na most nem tudjuk, hogy egyébként a 2001. szeptember 11 az valójában mi volt, sejtjük, hogy azért az amerikaiaknak is köze volt ehhez, de az viszont tény, hogy az Egyesült Államokba bement sok olyan terrorista, különböző iskolákba járnak, meg ilyen egyetem, meg nem tudom micsoda. Gyakorlatilag beköltözött olyan mennyiségű terrorista, aki mind az Egyesült Államok, mind a világ biztonságát veszélyeztette. Tehát neked, mint a világ legnagyobb hatalmának kötelességed az, hogy a katonai, pénzügyi erőddel próbálj megakadályozni azokat a folyamatokat, ami ilyen sok embert veszélyeztet. Ez egy szemlélet. Na most igen, ilyenkor mindig vannak áldozatok, mert a felszámolás az nem megy úgy, hogy te minden egyes embert ki tudsz kerülni a rakétáiddal, vagy a robbanó szerkezeteiddel. Valóban mindig van ilyenkor járulékos veszteség, ami borzasztó és tragikus. Na de egy komoly konfliktus forrás számolsz fel, ami a világ békéjét és a kontinens országok békéjét és az emberek életét veszélyezteti. Ez pedig azt gondolom, hogy egy tisztességes küldetés. Most úgy kezdik, legalábbis azt olvastam az izraeliek, hogy ott Gáza környékén nagy támadások készülnek, de a helyi lakosságot kitelepítik. Tehát védik a sajátjaikat, mert hát, nem másképp nem tudja elkerülni a civil áldozatok óriási számát. Hát gyakorlatilag ott most azt a területet, ahonnan jönnek a támadások, ilyenkor nem tudsz más csinálni, egy katonai vezető vagy, mint sóval behinted, érted? És akkor addig, amíg... Még 5 percig maradt, és még egy témát hadd kérdezzek meg. Ez Svédország NATO csatlakozásának az ügye. Lehet-e, miután a Honvédelmi Bizottság tagja voltál, lehet-e olyan következménye ennek a svéd-magyar konfliktusnak, hogy a grippenek, amiket tőlük leasingelünk, hogy egyszer csak azt mondják a svédek, hogy gyerekek, rendben van, de akkor itt most ennek a leasing szerződésnek, legalábbis a karbantartásnak, az üzemben tartásnak vége. Tehát lehet-e egy ilyen fel? Hát biztosan mindenki emlékszik rá, hogy ez a 2000-es években volt, amikor nagy kérdés volt, hogy a magyar hadilégierőt milyen irányba fejleszik. F-16-os volt az egyik ajánlat amerikai, a másik a Gripen a svédektől, és mi röhögve a Gripen fogadtuk el, mert akkor marha jó barátok voltunk svédok. Semmi bajunk nem volt. Orbán büszkén dicsekedett, hogy mekkora és milyen mély barátság fűzi a svédekhez. De rövid az időm, gyors leszek. Nem önmagában a svéd barátság volt, hanem már akkor is Orbán Viktor az amerikaiaknak akart üzenni. Ugyanis az amerikaiak azok annyira tudnak mindent Magyarországról, hogy ők pontosan tudták, hogy azt a mennyiségű gépet, amit meg akartak venni, ugye a migek kiváltásáról volt itt szó, az orosz gépek kiváltásáról volt szó, egyébként nem volt időszerűen a migeket, mint gyönyörűen fel lehetett újítani, és azok nagyon jó eszközök, mindegy. Pontosan tudta az Egyesült Államok, hogy Magyarország költségvetése nem tudja kifizetni azt a mennyiségű F-16-os, amit akar a magyar kormány vásárolni. Tehát tudta, hogy nincs miből kifizetni, még ha 8-10 éves leasing folyamatról beszélünk, akkor sem. Ezért nem adtak ajánlatot, képzeljétek el, nem adtak ajánlatot, tehát tudták, hogy úgyse tudják megvenni. És a Gripen akkor lett kész, ez egy prototípus gyakorlatilag, amit mi megvettünk, szerviz háttérben volt. Kísérleti nyulat volt? Így van, kísérleti gépet vettünk, de nem volt elég, hogy kísérleti gépet vettünk, még a kísérleti gépet is átalakítottuk, tehát gyakorlatilag nincs a világon még egy hely, ahol ugyanilyen gépek vannak, mint a magyarországi. Tehát ilyen felelőtlen döntést, akik ebben segítették a miniszterelnököt, az elképzelhetetlen. Miután nem volt szerviz háttere, nem volt olyan gyakorlat, hogy majd ezek mennyire lesznek, mennyire szükséges őket javítgatni, hiszen nem volt tapasztalata használatban, hogy majd milyen alkatrészek mennyi idő alatt kopnak el. Ezért nem egyszer volt az, hogy kannibalizálni kellett, tehát hogy az egyik gépből szerelték és rakták át a másikba. Mindössze 4 vagy 5 évig volt itt szerviz háttér, utána Herdeszt, el tudjátok képzelni, hogy 14 darab Gripennek Svédországból van a szerviz háttere. Hát ez a viccel egyenlő. Ez körülbelül egy ilyen kis kücsit, ha vásárolszanak, elviszed, hogy elég Herdeszt. Most 14 vadászképnél azért ez nem annyira. Az
egész szerződés borzalmas, mind a két kormány a legrosszabbat tette ezzel a szerződéssel, amit csak tudott. Gyakorlatilag mindig a kormányzatok dicsekszenek ezzel a Gripennel, de ez egy rendkívül törékeny rendszer, jogilag nagyon gyenge lábakon áll, és 26-ban véget ér a leasing. És nem 26-ban ért volna véget a leasing, hanem már 21-ben véget ért volna, de a idióta hennyék még 26-ig meghosszabbították, mondanám, hogy a költségvetésünk elbírja, de 26-ban gyakorlatilag mi műszaki szempontból egy értéktelen csomagot fogunk kapni, és még akkor is fizetni kell, mert lehet, hogy a 26-os meghosszabbításban már a végén nem kell fizetni, hanem a leasing díjat kifizetjük. Egy biztos 14 olyan, már ezt a 14, már szóval 1-2 le is esett időközben, tehát azok meg sem is jutnak. Tehát az a lényeg, hogy olyan géppark marad itt 26-ban, amivel nem tudsz mit kezdeni. Tehát vagy ezt óriási pénzből nagyjavítatod, és marad a rendszerben, vagy veszel másik gépeket. Én azt gondolom, hogy a svédekkel kapcsolatban most az a lényeg, hogy pont azért szerintkedik a magyar kormány a svédekkel, hogy azok engedményeket tegyenek a Gripen ügyben, és jöjjön ide valaki, és akkor azt mondja, hogy na ezt ígérjük nektek, vagy azt ígérjük, vagy azt ígérjük, és akkor szavazzátok ezt meg. Megmondom őszintén, hogy én a svédek helyében lennék, ilyen zsarolásnak biztos, hogy nem engednék. Azt mondanám, hogy drágám, te akartad tőlem meg, vagy ugyanaz a kormányzat van, mint aki vásárolt tőlem azt a gépparkot, akkor maradjon rajtad, csinálj vele, amit akarsz. Ez, amit te velünk csináltál a NATO-tagságban, ez egy megbocsáthatatlan bűn gyakorlatilag. Aztán csináljátok, amit akartok. Egyébként, amit már számtalanszor elmondtam, Svédország nem is szükséges, hogy NATO-tag legyen. Finnország, Norvégia, NATO-tag, ugye az északi tenger, tengeren keresztül a szomszédai, mind NATO-tagok, ugye Lengyelország, Németország, ott vannak a három balti állam, mindegyik NATO-tag, gyakorlatilag nincs Barents-tengerre, nincs kiállat a Svédországnak, mert Oroszország és Norvégia, ugye ott megkerülik. Igazából egy olyan bölcsőben van Svédország, egy bölcsőben él Svédország NATO szempontból, hogy és van egy nagyon jó szervezet és jó felszerelt hadsereget, ami magát is meg tudja védeni, tehát abszolút nincs szükség az ő NATO tagságra. Én azt gondolom, hogy szimbolikus dolog, hogy legyen mégis csak egy ilyen ország NATO tag. Szerintem erről szól ez a sztori. Tehát a Gripen összefüggés és a NATO tagság, ez tökéletes, ezek a tankönyvek, meg korán égetés, meg a nem tudom kicsoda svéd vagy nem svéd, ezek szemtévesztések, ezek ilyen hülye szövegek, nincs közel hozzá. Itt a magyar kormány azt gondolja, hogy ha ő a NATO tagságát Svédországnak bojkottálja, akkor van a svédek ide jönnek pitizni Gripen ügyben. Remélem, hogy a svédek nem jönnek pitizni semmilyen ügyben. No, hát kedves Andrea, beszélgettünk arról, a beszélgetésünk elején szóba került, hogy az ellenzék tulajdonképpen a NER része, és velük ebben a formában tényleg elég nehéz Orbánt megküzdeni. Aztán beszéltünk egyik Karabakhoz kötődve a kereszténység állapotáról, a kereszténység helyzetéről. Aztán beszéltünk arról, hogy kinek áll érdekében, tehát kinek szolgálja leginkább az érdekeit ez a mostani Izrael elleni agresszió, és kimondhatjuk, hogy ez az oroszoknak úgy jött, mint kenyérre a vaj, mert eltereli a nemzetközi figyelmet Ukrajnáról, és nagyon komoly erőforrás átcsoportosítást kíván, ami nyilván az amerikaiakat fogja terhelni, és negyedjére pedig szóba ejtettük Svédország esetét a Gripenekkel való összefüggésben, és azzal, hogy milyen kicsinyes, megalázó módon kufárkodik a magyar nemzet hírnevével, jó, nemzetközi jó hírnevével az Orbán kormány. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy nagyon fontos és nagyon értékes gondolataidat megosztottad velem és a hallgatókkal. Köszönöm szépen, és a hallgatóknak pedig köszönöm a kitartó figyelmet. Minden jót kívánok, viszontlátásra! Viszontlátásra!